2019. szeptember 18-án kezdeményeztek az ellenzéki pártok egy rendkívüli ülésnapot a magyarországi klímahelyzettel kapcsolatban. A Mi Hazánk Mozgalom természetesen örömét fejezte ki ennek a ülésnapnak a kezdeményezése kapcsán, azonban sajnos csalódottságot kellett tapasztalnunk, hiszen a kormánypártok nem jelentek meg ezen az ülésnapon, és így semmiféle döntést és semmiféle párbeszédet nem tudtunk lefolytatni. Ezen okok miatt és ezen felindulásból kezdeményeztem én akkor egy bejelentéssel, hogy még ebben az évben, az őszi ülésszakban egy kerekasztal beszélgetésre hívnám meg a Mi Hazánk Mozgalom nevében a parlamenti frakciókat és a parlamentben ülő független képviselőket, hiszen a Mi Hazánk Mozgalom, és azt gondoljuk, hogy az egész társadalom az kíváncsi a politikai pártoknak a természetvédelemmel, környezetvédelemmel és persze a klímahelyzettel kapcsolatos véleményére. Sajnos azonban a mai nap egyértelműen kiderült, hogy a kormányzó pártok nem tartják ezt olyan fontos témakörnek, ami miatt meg kellene jelennük, és ki kellene fejteniük az álláspontjukat, úgyhogy senki sem képviselte jelenleg a kormánypártot. Ami még megdöbbentőbb, hogy a meghívásom ellenére, amelyet minden frakció megkapott, egyetlen egy frakció sem volt, aki jelezte volna azt, hogy részt vesz ezen a kerekasztal megbeszélésen, kifejti a véleményét és az álláspontját, és egyetlen egy frakció sem képviseltette magát. Én azt gondolom, hogy ezen a mai napon bebizonyosodott, hogy nem csak a kormánypártot, hanem egyetlen egy ellenzéki pártot sem érdekel a környezetvédelem és a klímahelyzet Magyarországon. Valójában csak egy politikai marketing termékként gondolnak a természetvédelemre, környezetvédelemre. A magukat főleg zöld pártként aposztrofáló politikai formációk, akár az LNP, akár egyéb baloldali pártok, sőt, most már ugye az a 0%-os vagy 1%-os párbeszéd, amely Budapest főpolgármesterét adhatta Karácsony Gergely személyében. Ők sem vettek részt teljesen megdöbbentő módon ezen a megbeszélésen, és egyértelműen látszott, hogy ezeknek a politikai pártoknak hasonló a politikai gondolkodásmódja, mint Karácsony Gergely főpolgármesternek, aki, ha a média jelenlétét látja, akkor kerékpárral közlekedik, ha pedig úgy tapasztalja, hogy nincsen semmiféle politikai figyelem az ő munkásságán, akkor meg nyugodt szívvel beül a luxus önkormányzati autóba. Ezt tapasztaljuk a politikai pártoknál, és ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a Mi Hazánk Mozgalom az nem adja fel a küldetését, mi elkötelezettek vagyunk mindenféle zöld témával kapcsolatban, és azt gondoljuk, hogy egy széleskörű szakemberek bevonásával történő társadalmi megbeszélés, társadalmi párbeszédet kell kezdeményezni a klímahelyzettel kapcsolatban Magyarországon. Jelenleg a klímahelyzet egy globális probléma, és igenis kell foglalkozni vele, azonban kiemelném azt, hogy magyarországi szinten nem szabad nekünk azonosulni a nemzetközi klímaproblémákkal, és ezeknek a kérdéseivel, mivel Magyarországnak teljesen más a földrajzi adottsága, teljesen más a légköre, és minden más, ami ide kapcsolható. Nem lehet minket összemosni egy harmadik világbeli országgal, illetve egy nálunk fejlettebb országgal. Ezért nagyon fontosnak tartom azt, hogy a jövőben például jelentős részt képviseljen a tájékoztatás, mivel úgy érzem, az egyszerű emberek, a hétköznapi emberek nincsenek megfelelő módon tájékoztatva arról, hogy mit jelent valójában a klíma probléma, mik lehetnek a következményei, és mit kell tenni egy egyszerű hétköznapi embernek ahhoz, hogy ezen változtatni tudjon, illetve más szemszögből láthassa a problémát. Ezen kívül az oktatást is kiemelném, hiszen az iskolákban most is megtalálható az oktatás egyes elemeiben a klímaprobléma, illetve ehhez kapcsolódó megoldások, lehetőségek, de én még mindig nem találom megfelelőnek.